Csak nem 190-en álltak rajthoz a tájfutók Baranya, Somogy, Tolna megyei diák olimpiai döntőjében. A gombási parkerdőben általános és középiskolások versengtek az országos döntőbe jutásért, a népes mezőnyben azonban nem mindenki ezért harcolt. A rengeteg kísérőnek külön nyílt kategóriát is kiírtak. Még a rajt előtti utolsó pillanatokban is a térképet bújták a Somogy megyei tájfutó szövetség legutóbbi versenyének résztvevői. A gombás parkerdőben ezúttal három megye diákjai szálltak harcba a diákolimpiai döntőbe jutásért. Ez hivatalosan a Baranya Somogy Tolna megyei diákolimpia. Ugye viszonylag kevés tájfutó van, tehát célszerű regionális szinten megrendezni ezeket a versenyeket. Igyekszünk összehangolni a környező megyékkel. A feljutás természetesen megyénként történik az országosra. A viadalon azonban nem csak diákok állhattak rajthoz. Hogy minél többen kipróbálhassák magukat, külön nyílt kategóriákat is kiírtak a szervezők. Egy tájfutó verseny megrendezése azért nem olyan egyszerű, meg kell csinálni a térképet, pontokat kirakni, fölmérni, ezért, meg hát úgyis a gyerekeket általában felnőtt kísérők hozzák, akik maguk is általában tájfutók, ezért ilyenkor a felnőttek számára is írunk ki kísérő kategóriámat, tehát ők is indulhatnak a versenyen. A megmérettetésnek közel 190 résztvevője volt. A tájfutóknak nem csak a bonyolult pályavonallal kellett megküzdeniük ezen a napon, hanem a desedát övező erdő természeti adottságaival is. Hatos lány kategóriába indulok, 3,5 km a pálya, 70 méter szinttel. Szerintem ez annyira nem kemény, mármint hogy sokkal több szint szokott azért általában lenni. Esetleg az lehet nehéz, hogy bozótos a terep, de hát szerintem megoldható. Igazából most jövök Szicíliából egy versenyről, ott annál durvább biztos, hogy nem lesz, mert ott ilyen áthatolhatatlan rengetegek voltak. A diákolimpia regionális döntőjében középiskolások és általános iskolások egyaránt megmérettették magukat. 11 éves vagyok, F3-ba megyek, férfi 3-ba, és egyébként F12D-be szoktam menni. Úgy tudom, hogy 2,5 kilométert kell futnunk, 70 méter szintet. A nyílt kategóriákban indulók mezőnye is népes volt. A szervezők között akadt, aki testvérét kísérte el Zala megyéből, ám szinte már visszatérő vendégnek számított a Desedánál. Nagykörnyizse mellett ott Zákányban lakom, és az öcsémet kísértem el ide a diákolimpiára. Ugye még Somogy megyébe jár iskolába, és neki ugye akkor a somogyi diákolimpián kell indulni. Nekünk a Zala megyei már megvolt múlt héten. Tavaly előtt futottam itt, de ott a másik felnőtt a túlnak a túloldalán, hát kicsit bozótos volt, de azért élveztem. Remélem most is jó lesz. Az egész napos versenyen délelőtt egyéni verseny szerepelt a programban, aki pedig ezután is érzett még erőt magában, délután váltóban is megmérethette magát. A viadalok végeztével összesen 22 kategóriában hirdettek győzteseket. A diákolimpiai selejtező legjobbjai országos döntőbe jutottak, amelyet idén Sopronban rendeznek május végén.